Eljött az a nap, amelyet oly régóta vártunk. És ha párhuzamot vonunk a között, hogy milyen időszakon vagyunk túl, mindnyájan, itt az elmúlt másfél évet veszük alapul, akkor különösen aktuális, illetve felemelő érzés egy intézmény avatáson találkozni, mégpedig egy olyan intézmény, amely a legfiatalabbokról szól, az óvodásokról, bölcsödésekről, a jövőnkről, a jövő generációjáról. Én úgy érzem, nagy örömmel fogadta el mindenki a meghívást, hogy ma az idő is kegyes hozzánk, hogy néhány percre megálljunk, és közösen, mint egy nagy család, örüljünk az óvodánk, bölcsödénk örömének, az ő eredményeinknek. Engedjék meg, hogy az ide vezető utat, az, hogy ma itt állhatunk, és közösen örülhetünk, ünnepelhetünk, hogy néhány mondatban elmondjam, hogy hogy is jutottunk el idáig. Néhány évvel ezelőtt törvényi változások véget, mint integrált bölcsöde meg kellett szűnni, nem működhetett tovább. Több válaszút állt az önkormányzat, testület, illetve a falu előtt. Vagy nem lesz bölcsöde, ugye elég gyakran előfordul, és nem foglalkoznak vele, vagy családi bölcsödéket szervezünk, vagy esetleg kicsit úgy mondom előre menekelünk, és építünk egy mini bölcsödét, egy intézményt, ahol továbbra is tudjuk fogadni gyermekeinket. A jelenlőknek nem kell mondani, a vendégeknek azért elmondanám, hogy képviselőtestületünkre, falunkra mindig is jellemző volt a küzdeni akarás, sosem adtuk fel, ekként cselekedtünk most is ebben a helyzetben. Egyeztetve itt az országgyűlési képviselőnkkel, a megyei önkormányzattal, megnéztük a pályázati lehetőségeket, egy kis biztatással, kis erőmerítéssel nekivágtunk, és egy megfelelő, én úgy érzem, olyan építésszel, Dorogváros főépítészével terveztettük meg a jövő generációnak az épületét, az óvodát és bölcsödét, amely magáért beszél. Utána kerestünk egy olyan vállalkozót, aki vállalja azt, hogy ebben a nehéz helyzetben elvállalja és felépíti korrektül ezt az épületet, és bízunk abba, hogy a pályázatunk nyertes lesz. Itt el kell mondanom, nem sikerült előszörre, de második fordulóba sikerült. Itt, hogy mondjam, több egyeztetés után, meg segítség után sikerült eljutni ahhoz, hogy nyertes pályázat, és mintegy 57 millió forint került ide Annavölgyre a óvoda, illetve a bölcsöde kialakítására. A helyzet akkor kezdődött igazán nehézé válni, mikor ugye a kivitelezések kezdődtek, ugyanis itt mindenhez hozzá kellett nyúlni. A idejáró gyerekek, azok szülei látták, az itt dolgozó kollégák szintén látták, hogy mekkora volumenű munka ez. Itt mindenhez hozzá kellett nyúlni. Közművekhez, víz, gáz, falakat kellett bontani. Tehát azt nem lehetett megoldani, hogy párhuzamosan működjön az óvoda, illetve itt az építkezés, beruházás. Ezért ismét gondoltunk, álmodtunk egyenlőtt, és átköltöztettük a óvodát közel egy évre a sportpályára, a sport egyesület épületeibe. Először mindenki meg volt ijedve, hogy mi lesz ebből, de menet közben mindenki látta, hogy egy nagyon korrekt, nagyon kulturált helyen tölthették ezek a kicsik apróságok azt a egy évet, amíg itt a törzs helyen elkészült mögöttem, mellettem állható épület. Így visszatekintve mindenki úgy látja, hogy megérte. Megérte azt a fáradtságot, hogy a falu másik végére, szóval a falu tetejére kellett hordani a csemetéket, de itt vagyunk ma, örülhetünk együtt, elkészült, határidőre elkészült, és úgy érzem, közösen adhatjuk át birtokba a gyermekeinknek ezt az épületet. És bízunk abban, hogy legalább annyi évtizedig fogja szolgálni a gyerekeinket, a települést, ez az épület, mint amennyi ideje már szolgálja településünket. E gondolatok jegyében én szeretném megköszönni még egyszer, hogy minden ilyen sokan, mindnyájan eljöttek ide, és e gondolatok jegyében kívánok nagyon jó egészséget, és kísérjük figyelemig az átadó ünnepség hátralévő részét. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, polgármester asszonyt, plébános urat, pedagógusokat, valamennyi kedves résztvevőjét ennek a mai
ünnepnek, örömünnepnek, hiszen egy átadón vehetünk részt. Elnézve a gyerekek műsorát, mindig így megerősítve érzem magam, hogy 2010 óta az a munka, amit folytatunk, ami szól a családok adó kedvezményéről, az otthonteremtési támogatásról, a 25 év alattiak adó kedvezményéről, vagy hát éppen ezekről a programokról, amelyek ezeknek az intézményeknek a felújítását szolgálják, hogy jó úton járunk. Persze kitérnék arra is, hogy idősekről sem feledkezünk el természetesen, hiszen a 13. havi nyugdíj visszaépítése is zajlik. És mi teszi ezt lehetővé? Ugye, hogyha az ember büszkékedni akarná, akkor hogy nagyon jól működik a kormányzat, de ez önmagában kevés lenne. Ma csak nem 1 millió emberrel több dolgozik Magyarországon, mint 2010 előtt, tehát a magyar emberek munkája, az ő adóik fizetése, az unióval való együttműködés, hiszen ebben az épületben is van uniós forrás, van hazai forrás, és ugyanúgy talán zászlók is kifejezik a helyiek munkája, akarata, elképzelése, a vállalkozónak a szaktudása, a tervezőnek az álma, amit itt formába öntöttek. És mindez azt jelenti, hogy van egy olyan együttműködés, egy közös gondolkozás, egy közös munka ebben az országban, ami a kis települések jövőjét is biztosítja. És én külön köszönöm polgármester úrnak és a testületnek, hogy a gyerekekre, az ifjúságra gondoltak ennél a beruházásnál, hiszen ők jelentik a jövőt. Akkor lesz igazán virágzó település Annavölgy, és reméljük visszanyeri majd azt a fényét, amit a bányászat korszakában betöltött. Bevallom, én még mindig eltévedek a településen, annyira nagy és szerteágazó, és annyi létesítménye van, nem is tudom, hogy hogyan lehet ennyi mindent működtetni és fenntartani egyszerre, de ezen az úton kell tovább mennünk, és ezért kell dolgoznunk, és én ígérem, hogy továbbra is mindent megteszek azért, hogy akár az utak megújításáról van szó, akár ezeknek a létesítményeknek a korszerűsítéséről, az annavölgyiek álmairól, hogy ezek megvalósulhassanak. És hát polgármester úrra már dolgozunk a következő ciklusnak, uniós ciklusnak is a beruházásán. A Magyar Falu program is folytatódik, a jövő évre is jelentős forrásokat szavaztunk meg a költségvetésbe. És hát biztatok mindenkit, hogy maradjanak Annavölgyön, ez a falu, ez fejlődni fog, ez egyre élhetőbb lesz, és gyakorlatilag ugyanazt a komfortot, ugyanazt a kényelmet kell, hogy elérjük, amit a városok biztosítani tudnak, és amit nem tudnak, ez a páratlan környezet, és ez a természet, ez a táj, ez pedig mindazt a pluszt szolgálja, amiért érdemes itt élni, és a gyerekek is reméljük, és az ifjúság is itt fog maradni. Köszönöm a figyelmet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, alázattal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék ide velünk együtt boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék erről a helyről a gonosz lélek ártalma és viszálykodása. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áld meg, amit teszünk, szenteld meg szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz, az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké. Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, ami Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt a hajlékot és minden lakóját. Adja nekik őrző jó angyalát, hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeidet, hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat, szabadítsa meg őket minden félelemtől és háborgatástól, és őrizze meg őket ebben a hajlékban. Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten! Küld el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze háznak minden lakóját, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a házra és minden lakójára. Amen.